Nekem nagyon tetszett az első olvasmány, mert azt mondta, hogy az apostolokat börtönbe zárták, és ők mégsem voltak rabok. És ez egy nagyon jó hír, mert mindannyiunknak van egy börtöne, amiből nem tudunk kijönni, vagy nagyon nehéz kijönnünk. Ez a börtön pedig az, hogy szeretnénk, hogy mindenki jót gondoljon rólunk. Hogyha valaki rossz jegyet kap, és hazamegy, szerintem soha nem mondja azt, vagy én még nem láttam ilyet, hogy rossz jegyet kaptam, mert lusta disznó voltam, nem tanultam semmit, nem érdekelt a tanár, nem foglalkoztam vele, stb. Minden egészséges, bűnös ember azt szokta mondani, hogy nem volt igazságos, nem volt időm, a tanár nem hagyott, olyan kérdés volt, amit nem is tudtam, stb. Mindig egy kicsit úgy szépítjük a helyzetet. Én például egy kicsit összeakaszkodtam valakivel tegnap, és nem azt mondtam, hogy hát azért, mert elviselhetetlen ember vagyok, hanem mert fáradt voltam, mert igazam volt, mert így, meg úgy, meg amúgy. Mindig van valami kifogás, hogy az emberek ne gondolják azt, hogy hát azért mégiscsak ez a Tamás atya, ez lehet, hogy rossz ember. És ez egy olyan börtön, ami nagyon sokszor tönkretesz bennünket. Például egy nagyon apró dolog, ha az embernek nő egy nagy pattanás az arcára, rosszul érzi magát, el akarja tüntetni. Szeretnénk, hogy jó benyomása legyen rólunk mindenkinek, és ettől lehet szenvedni. Most nem vagyok olyan szép, mint amilyen szoktam lenni. Pedig ugyanaz az ember vagyok, ugyanazokat a dolgokat csinálom, lehetek ugyanolyan kedves, vidám, mosolygós, stb., csak van egy kis hibám. És ez a legkisebbtől a legnagyobbig mindenre igaz. És azt halljuk az első olvasmányban, hogy vannak olyan emberek, akik ebből a börtönből kiszabadulnak, mert az Isten kiszabadítja őket, szabadon járnak, kelnek, azt csinálnak, amit akarnak, senki nem tud rájuk szólni, és amikor elfogják őket megint börtönbe viszik, akkor nem azt mondják, hogy én jó voltam, én mindent oké voltam, csak az Isten azt mondta nekem, meg így, meg úgy, meg amúgy, hanem azt mondja, jó, hát megint börtönbe visznek, megint megyünk a börtönbe, nem számít. Teljesen szabadok. Szabadok attól, hogy az emberek mit gondolnak róluk. És az evangélium megmagyarázza, hogy ez miért van. Azért, mert egyszerűen észrevették, hogy az Isten szereti őket. Mert az Isten a hibás embert nem megbüntetni akarja, hanem segíteni akarja. Hogy amikor én bűnös vagyok, akkor nem azt mondja nekem, hogy elnye, hát ezt nem kellett volna, ráadásul még pap is vagy, hanem azt mondja, hogy itt van az én fiam, vagy a ti esetetekben lehet az, hogy itt van az én lányom, hol tudok segíteni neki. Nem azért küldte az Isten a fiát a világba, ő maga mondja, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse, üdvözítse a világot. Általában ilyenkor már van, aki számolgatja a jegyeket, hogy hanyas átlaga van, hogyan fognak lezárni, mi lesz velem, stb. Hanyasom lesz, kell-e javítani, nem kell javítani, mert hozzá vagyunk szokva, hogy azok a dolgok, amiket elkövettünk, azokat szépen összeadják, kiszámolják, hogy ennyi az eredmény, bum, pokol. Vagy tessék itt a mennyország, megérdemelted. Az Isten nem így működik. Az Isten soha nem adja össze a pontokat. Soha nem számolja ki a jegyek átlagát. Hanem azt mondja, hogy látom, hogy szükséged van segítségre, akkor segítek neked. Látom, hogy szenvedsz, akkor melléd állok, akkor megmentelek. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ő nagyon jól tudja, hogy nem azért csinálunk gonosz dolgokat, mert gonoszak akarunk lenni, hanem azért, mert szenvedünk. Nem azért piszkálunk másokat, mert az nekünk jól esik, hanem mert fáj, hogy a másik olyan, amilyen, és nem olyan, mint ahogy én szerettem volna. Vagy nem azért nem mondunk igazat, mert nem akarunk igazat mondani, hanem mert félelem van bennünk, hogyha kiderül az igazság, akkor valami borzasztó dolog fog velem történni.
És ezért az Isten, aki ismeri a szívünket, tudja, hogy milyen fájdalmunk van, ma meg akar látogatni bennünket, és ma meg akar menteni bennünket. Azt mondja, hogy aki a világosságba jön, aki a világosságot szereti, az megmenekül. Mi a világosság? Az a világosság, hogy idejövünk a templomba, és mindenki világosan láthatja, hogy nekünk szükségünk van az Istenre. Mi vagyunk olyan erősek, hogy bevallhassuk, hogy gyengék vagyunk, hogy szükségünk van az Úrra. Mert akik nem jönnek a templomba, azok sokszor azt mondják, hogy minek menjek? Hát így is jól el vagyok. Mi vagyunk az egyetlenek, akik azt mondjuk, hogy hát azért olyan jól nem vagyok el. Én még tudnék ennél jobban is lenni. Ma hittanórán hányan mondtátok nekem, hogy hullafáradt vagyok. Hát pont az ilyesmikben jó az Isten segítsége, hogy tényleg megmeneküljünk ebből. Hogy segítsen bennünket, hogy adjon erőt, adjon lendületet, adjon fiatalságot, adjon egyszerűen saját magából. És ezért ebben a Szentmisében mi is azt mondjuk és azt valljuk, hogy mi rászorulunk, szükségünk van rá, és ezért ő jön hozzánk és meg akar menteni. Ezért imádkozzunk most az Istenhez, és kérjük minden nehézségünkben, minden problémánkban, hogy álljon mellettünk ő.